A modern ápolási tevékenység megalapítója Florence Nightingale tiszteletére az Ápolók Nemzetközi Tanácsa 1974-ben választotta május 12-ét az Ápolók Nemzetközi Világnapjának. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház a díjátadón túl az idei évben egy ünnepségsorozatot rendezett, hiszen ahogy papné Kozma Krisztina fogalmazott, a magyar ápolóknak nem csak Florence Nightingale, hanem Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségének megőrzése is fontos. Ebben az évben Kossuth Zsuzsannára is emlékeztünk a kórházban, a nyugdíjas kollégáinktól köszöntünk el, akik nagyon hosszú időn keresztül dolgoztak az intézményünkben. A mai napon pedig Florence Nightingale a Nemzetközi Ápolók Napjához kapcsolódó emlékének megőrzését tűztük ki célul, és ezen a napon a kórházunkban kiválóan teljesítő munkatársakat ismertük el. Az ápolási igazgató szerint a társadalmi megbecsültsége az ápolásnak nem elégséges. Kis Zoltán, a kórház főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy nincsen gyógyulás ápolás nélkül, és nincsen ápolás ápolók nélkül. Nem véletlenül ünnepeljük őket, minden ember előbb-utóbb beteg lesz, és rászorul arra, hogy mások segítsék az életét. Amíg erre nem szólunk rá, nem is tudjuk, ez mennyire fontos tud lenni, de akik itt vagyunk és itt dolgozunk, ugye itt volt egy munkatárs, aki 40 év munkaviszony után kapott most főigazgató dicséretet, ők pontosan tudják, hogy ez mennyire fontos. Én azért vagyok rájuk nagyon büszke, mert ők a saját érdekéket mindig háttérbe szorítják az éppen aktuális beteg vagy hozzátartozójának az érdekei mögé, és olyan emocionális plusz tudnak biztosítani, ami segíti a gyógyulást. Az eseményen számos díjigazdára talált, mint például az év szakdolgozója kitüntetés. Vas Melinda, a tüdőgyógyászati osztály megbízott osztályvezető ápolója meghatódottan nyilatkozott. Köszönöm, igazából ez a díj nem csak az enyém. Én azt gondolom, hogy ez a múlt meg a jelen tüdőosztályos szakdolgozóké. A múlt az azért, mert nagyon sok tudást, sok emberséget kaptunk tőlük. Főfainé Kövesi Ildikó munkáját Asztalos Györgyné oktatásért és utánpótlás nevelésért díjjal értékelték. Asztalos Györgyné Marikát én személyesen ismertem. Mi 1983-ban már egy munkáján dolgoztunk, amikor akkor az egyes belgyógyászaton a kardiológián elkezdtem dolgozni, ő akkor már ott EKG asszisztensként dolgozott. A Magyar Ápolási Egyesület idén ünnepli 35. születésnapját. Ez alkalomból is a kórház kezdeményezése mellé álltunk, és segítettünk az Ápolók Nemzetközi Napjának megszervezésében. Három kitüntetettel van a Tolna megyei területi szervezetnek, akiknek ezúton is gratulálunk. Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy az Ápolási Egyesület életében részt vehetnek az aktív munkában. A díjátadó is megfelelő alkalom volt arra, hogy felhívja a figyelmet az ápolók hiánypótló munkájára.